elnök úr, elnök asszony, jelenlévő roma képviselők, kolléganők és kollégák. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a mai konferenciánkon. Én köszönöm, hogy a roma kisebbség részéről ilyen szép számmal eljöttek, és egyfajta közös gondolkodásba partnerek. Hadd folytassam ott, ahol a polgármester az előbb a bajta, az együttműködés és a bizalom. A Veszprémi rendőrfőkapitányság küldetése és feladata, hogy a megyében élők számára szavatolja, függetlenül attól, hogy milyen társadalmi csoporthoz tartozik, a biztonságot. Ezt önmagában egyedül nem tudja megtenni, és ehhez kell az együttműködés, és az együttműködéshez pedig az a bizalom, amely az évek során apránként pici kövekből kezdett felépülni. Valljuk meg őszintén, hogy a rendőrséggel szemben is számtalan sztereotípia működik és él, amik hosszú évtizedek, évszázadok során alakultak ki, és ezeket nagyon nehéz megváltoztatni. Ugyanezek a klisék igazak, vagy léteznek a roma kisebbség részéről is, vagy a roma kisebbség vonatkozásában, amelyeket szintén csak nagyon aprólékos és hosszú munkával lehet megváltoztatni és lebontani. Én azt gondolom, hogy ilyen tekintetben a rendőrség és a roma önkormányzatok Veszprém megyében egymásra találtak, tudatosan rakják egymás mellé a köveket, és ezek a sztereotípiák lebomlanak. Hogy Veszprém megye ebbe előre jár ilyen téren, ez valóban így van. És hál' Istennek köszönjük a kapitányunknak, a borgőjünknak, hogy megvesznek minden olyan intézkedést, hogy ezt nagyon pozitív legyen. Én kérném a tisztelt képviselő társaimat, és itt kérem, ha probléma van, keresik a helyi rendőrséget, osszák meg a problémát. Nem kell mindjárt ügyet csinálni vele. Egy kicsit hangosabbak a romák, ez a mentalitásunk erről. Nem kell senkinek sértésnek venni. Ők szegények így próbálják magukra felhívni a figyelmet. De én azt gondolom, hogy mindenki együtt akar működni. Mik a igazániból fátlap, akkor is együtt akar működni, mert nem azért csinálja, lehet, hogy otthon egy gyerek, és azért viszi a